szép jó napot mindenkinek. Várok egy picikét, hogy gyűjjünk be. Várunk egy picit. Légy szíves, osszátok meg. Szeretnék beszélgetni komolyabb dolgokról. Infóban. Na, 500-an vagytok. Még osszátok meg, legalább egy 1000-re legyünk. Nagyon dühös vagyok. Szomorú is. Nem csak azért, mert a Jocsi alszik. Osszátok meg, infóban. Most szeretném most már tényleg egy életre rendbe tenni. Amit mondani szeretnék. Osszátok meg. Legyünk egy 1000-re legalább. Elkeserítő és szomorú dolog ez a Facebookon, hogy álprofilokat tudnak csinálni. Már 700-an vagyunk. Jó, belekezdek. Nagyon sok olyan üzenetet kapok. Zaklatom a lányát, zaklatom a testvérét, zaklatok ezt, zaklatok azt, lányokat. Kicsit józan észre gondolkodjunk már. Sajnos... Nem sajnos, mert hál' Istennek, de ennek is megvan a sötét oldala. Annyi időm nincs, hogy a saját gyerekemet megcsókolgassam rendesen 3 napon keresztül. Örülök a gyerekemmel találkozok, pedig velem él. És ilyenne vádoltok, hogy zaklatom a testvéreteket, a gyereketeket, és egy csúnya degradáló üzenetekkel bombáztok, hogy eltekergetitek a nyakamat, meg ilyenek. És nem is fiúk írják, hanem lányok. Nincsen privát Facebookom. Fogja fel az agyatok, ez az egyetlen egy GVM rajongói oldal van, ki is kapcsolom, nem is látom, most nem látom, amiket írtok, mert megzavar. Egyszerűen fogjátok fel, ez az egyetlen egy rajongói oldalam van. Nincs privát Facebookom. A saját anyámmal nem tudok Facebookozni, a saját anyámmal alig van időm irkálni. Anyámat is csak hívni tudom a privát telefonszámomon. Az összes családtagommal ritkán beszélek. Nem, hogy nekem arra legyen időm. Most is reggel hazaértünk, aludtunk egy pár órát, már reggel óta úton vagyunk, ma is 2 darab koncertünk van. Arra nincs időm, hogy cseteljek anyámmal, hogy cseteljek, kamerázzak a gyermekemmel, a feleségemmel. Semmire nincs időm, mert folyamatosan dolgozok, úton vagyok. Nem, hogy a te nővéredet vagy a te gyerekedet zaklassam. Nincsen egyszerűen semmilyen Varga Márk profil, meg Varga Márk GVM profil. Egyszerűen van ez az egyetlen egy rajongói oldalam, ami GVM, és ki van pipálva, hogy én vagyok. Még a rajongói levelekre se tudok mindre sajnos válaszolni nektek, mert abból is percenként 1000-1500 levél jön. Egyszerűen képtelenség. Fogjátok fel most már egy életre, hogy nincsen privát Facebookom, nincsen Varga Márk, meg semmi, mert nem én vagyok. És ezt az ismerőseim, a testvéreim, a rajongóim, mindenki, aki ismeri a nevemet, fogja fel most már egy életre, hogy nincsen. Ez az egyetlen egy oldalam van, ahonnan most live-ozok. Innen meg nem fog senki senkit zaklatni, mert egyszerűen képtelenség, annyi levél mozog ezen a Facebookon. Nincsen Varga Márk, meg nincsen Lekváros Csusza, meg Bódi Gusztinak a jánya, meg izé. Az én profilképen, mert nincs. Egyszerűen ez az egy GVM oldalban, fogjátok fel, és nem zaklatok senkit, mert mondom, a saját gyerekemmel nem tudok sajnos annyit lenni, amennyit szeretnék. Nem mondj még a te gyerekedet, vagy a te nővéredet, vagy mit tudom én kicsodát zaklassak. Fogjátok fel most már, és osszátok meg, és mindenki értse meg. Ez az egy GVM van, ez, akit most láttok, meg egy kicsit józan paraszt ésszel. Fogjátok meg, hívjátok fel akkor kamerán, hogyha már nem érted meg. És meglátod, hogy nem nyomja be a kamerát. Mert hogyha benyomna, hogyha tényleg én lennék, van pénzem, hogy vegyek egy webkamerát, vagy egy első lapos kamerás telefont. Már nem hiszem el. Rendőrségi zaklatás, meg ilyenek. Elég volt, nincsen.
Nincsen privát profilom, elmondtam ezerszer, minden évben három live-om erről szól, nincs. Ez az egy rajongói oldalam van, nincsen privát Facebookom. Még ezt is a feleségem Facebookjából kezelem. Annyira nincsen. Egy kicsit gondolkodjatok, már mélyüljetek el, egy kicsit legyetek logikusabbak. Nincsen Varga Márk meg Lekvár. GVM rajongói oldal van. Ez vagyok én, ahonnan posztolok. Közel 200 ezeres rajongói bázis. Ez én vagyok. Az 500 ismerős Varga Márk nem én vagyok. Nincsen Varga Márk. GVM oldal van, ennyi. Nincsen Facebookom. Szevasztok.